Sziasztok, Neo vagyok, és most voltam a családi pótlékot folyósító intézetnél, mivel betöltöttem a 20 évet, és úgy gondoltam, hogy számotokra megspórolok egy utat, és elmondom az ott szerzett információkat. Nos, átlagban, hogyha betöltöd a 20 évet, akkor megszűnik a családi pótlék támogatás, egészen a tanév végéig szól, azt hiszem. Tehát én most betöltöttem a 20 évet, augusztusban jár le a támogatás, mivel véget ér az első tanév. Abban az esetben, hogyha sajátos nevelésű úgynevezett SNI-s tanuló vagy, akkor 23 éves korodig jár neked a családi pótlék, és erről viszont bizonyítékot kell hoznod, a szakértői bizottság által kiállított szakvéleményt el kell hoznod, és hozzá kell csatolnod a képen látható nyomtatványhoz. Illetve hát nem kell összetűznöd meg semmit, csak azzal együtt kell bevinned a családi pótlékot folyósító intézetbe. Ezt a nyomtatványt is értelemszerűen ott tudod megkapni. További információkért látogass el a linkre, amit kirakok a leírásba, ott részletes tájékoztatást tudsz kapni erről. Én pusztán pár alapvetést akartam felsorolni, amikkel talán megspórolok számodra egy utat a 30 fokos melegben. És akkor elmondom, hogy mi a véleményem erről a családi pótlékos dologról. Az én véleményem szerint nem életkorig kellene meghatározni, hogy meddig járhat, hanem ameddig tanulsz és nincs jövedelmed, addig alanyi jogon járnia kellene a támogatásnak, hiszen mi az Istenből fedezd a saját tanulmányaidat, és miből fedezd a saját életedet, hogyha nem az állam által biztosított támogatásból, és ugye ez nem sok összeg, amit az állam biztosít, azonban némileg hozzájárul ahhoz, hogy valamivel könnyebb életed legyen. Ebből az összegből talán tudsz venni egy hétre való élelmet, ha nagyon beosztod. És ez szerintem nagyon nem mindegy. Ezért úgy vélem, hogy akik a felső oktatásban tanulnak, nekik is járnia kellene a támogatásnak, attól függetlenül, hogy betöltötték a 20 évet vagy nem. A szülők úgy vélem, hogy önerőből nem igazán tudják, vagy nagyon nehezen tudják, inkább így fogalmazok, megtermelni a szükséges anyagi támogatást egy gyerek, vagy inkább felnőttkorú diák ellátásához és tanítatásához. Ezért úgy vélem, a támogatásra szükség van, hiszen ezzel biztosíthatjuk a jövő generációnak a fejlődését, feltéve, hogyha az oktatási rendszer súlyos reformokon átesik, és valóban érdemi tanítás folyik, és olyat tanítanak, ami igaz, és használható a való életben is, nem pedig időhúzás, és olyan dolog, amit a való életben talán jó, hogyha egyszer használsz fel. Azért nincs kép a videó alatt, mert rohadtul meleg van, és nem akartam, hogy lássátok, mennyire izzadok, nem akartam ilyen kommenteket, amik arról szólnak, hogy milyen igénytelenül nézel ki, fúj, hogy nézel ki, izzadsz, mint az állat. Úgyhogy úgy vélem, hogy ez így bőven elég, belefértem körülbelül 4 percbe. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!